kézeskolás, mint hagyomány, reméljük, hogy még évszázadokig megmarad. Itt születtem Szekszárdon 1944-ben, tehát több mint 77 évvel ezelőtt. Itt nevelkedtem, innen kerültem aztán az élelmiszeripari technikumba Budapestre, majd onnan 8 év után Pestről hazatérve sütőipari vállalat. Mellette édesapám mellett a szakma gyakorlása, és így folytatódott ez a mai napig. Apám kezdte a szakmát őről, aztán szállt tovább, tehát apáról fiúra mindig volt, hál' Isten, fiú. Ugye szapora családok voltunk, ők apám még 18-an, aztán fokozatosan csökkent a létszám, édesapám még már csak 4-en voltak fiúk, mind a 4 ezt a szakmát sajátította el. Aztán nálunk már csak 2-en voltunk testvérek, van egy húgom, és jó magam pedig szintén ebben nevelkedtem kisgyerekkorom óta, mióta az eszemet tudom. 1825 óta ezt a szakmát gyakorolják, hát most már a 6. generáció, 2 fiam viszi tovább. Hát nem lehet ezt így, ezt érezni kell. Ez a szeretet, ez olyan, mintha az ember ugye egy lány mellett nő föl, akit szeret, és utána aztán abban éri le az életét. Hát én nem ő mellette nevelkedtem, nem a feleségem mellett, de elmúlt 50 éve, hogy együtt vagyunk. Hát lehet sorolni, ezt el lehet kezdeni talán a gyertyakészítéssel, mert ez egy mellékterméke a méznek, a viasz, így indult a szakma kapcsolódása. Azt a fiatalabbik fiam gyakorolja most már, és hát az édességek, ott a cukorka, a mézes kalács, valamikor csináltunk, most pillanatnyilag nem, de készítettünk cukrás süteményeket is. A múzeumban a szakma gyökereitől származó eszközöket lehet megtekinteni. Van egy kis rövid filmünk, amin megmutatjuk, hogy a gyakorlatban hogy készítjük a termékeinket, és hát az idei tavasztól kezdve nyitottuk meg a foglalkoztató helyiségünket is. Megmondom őszintén, erősen meglepődtem, mert én ugye épp most 20 éve kaptam a közjóért kitüntetést, és hát ilyenkor az ember már nem biztos, hogy számíthat arra, hogy valami, de az, hogy most ilyen díjba részesüljek, ez semmiképpen nem gondoltam. Megható.